Hétfőn kaptam egy felfüggesztést a polgármester úrtól, miszerint a vezetői módszereimet és a gyermekekkel való bánásmódomat sérelmezi. Az én nagylányom, aki másfél évvel idősebb, ő akkor már évek óta ide járt ebbe az óvodába, és nagyon szép óvodás évei voltak, problémamentes, jól érezte magát, szeretett járni, úgyhogy egyértelmű volt, hogy akkor a kisebbik gyermekünket is ide iratjuk. Miután már nem az óvodába jártunk, egy volt óvodapedagógus állított meg az utcán, és mondta, hogy ő mennyire sajnálta az én gyerekemet. És akkor így értetlenül álltam, hogy hát de miért? Miért kellett az én gyerekemet sajnálni? És akkor hogy mennyit sírt én irodájába? Én bementem a szülői fogadó órára, és akkor azzal kezdtük, hogy ne féljek, a gyermek nem autista, csak hiba csúszott a nevelésében. Az én gyermekem jelenleg is odajár a Hétszínvirág óvodába, és én még nem tudtam róla, hogy nálunk a problémák már elkezdődtek szeptemberben, a legeslegelső héten, amikor az intézményvezető a gyermekemmel kiabált, azért, mert bepisilt. Ahogy telt múlt az idő, több ilyen kis történetre lettünk figyelmesek, hogy elmentek például a csoporttal kirándulni, de anélkül, hogy engem tájékoztattak volna, az én gyerekemet nem vitték. Tehát a közösségből kizárták, és valakivel, nem tudjuk kivel, ott hagyták az óvodában. Ugye a csoporttársaival nem szerezhetett túl sok közös élményt, mert az udvari foglalkozások alkalmával őt különültették gyakran, mert hogy túlságosan gyors, és így nehéz a fizikai biztonságát garantálni. És akkor így, amikor rákérdeztem a gyerekemnél, akkor igen, mondta, hogy ő tényleg nagyon sokat sírtott. Tehát én erről utólag értesültem, hogy ő neki akkor nem volt olyan jó az óvoda. Egy autista gyereknek nincs ilyen közlési motivációja, hogy megossza az élményeit, megossza az érzéseit. Sokszor a saját érzéseit sem ismeri fel, nem hogy másokét. Annyit tudtam még, hogy sokat jár ki az intézményvezetőnek az irodájába olvasni. Hát amikor nem tudták lekötni, vagy olyan probléma volt vele, akkor kiment ebbe az irodába, kapott egy könyvet a kezébe, és akkor ő olvasott. Egyre több minden jön ki a gyerekből. Olyan dolgokat mond, hogy neki azt mondta az intézményvezető, hogy ha így viselkedik, akkor nem jön érte se anyukája, se apukája. Rendszeresen megfenyegették, hogy ha így viselkedik, akkor elviszi a rendőr a Dili házba. És akkor itt ugye az ember most hát úgy szívedővel érzi magát, mert egy nehezebb, egy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelni, az extra munka, az sohasem lesz olyan egyszerű, mint megbeszélni egy neurotipikus gyerekkel egy datkorszakos kiborulást néhány perc alatt. A mi életünk nem erről szólt. Rengeteg lemondással, rengeteg tanulással, rengeteg új eszköz megismerésével. Én több száz oldalt olvastam, több száz praktikát próbáltam ki. Találtam utat a gyermekemhez, hogy kapcsolódni tudjunk. És ezt egy rövid ismertség után kukába dobja egy olyan szakember, akire nekem rá kell bízni a gyermekemet. Ők nem mondták, tehát nem volt szó olyasmiről, hogy ők mit és hogyan fognak csinálni a gyermekről, mert az egész szülői fogadó óránk arról szólt, hogy mit ronthatunk el otthon, ami miatt a gyermeknek ilyen nehézségei vannak. Felmerültek kötődési problémák, törődünk-e eleget vele,
vesszük-e őt eleget ölbe. Aztán a saját, hogy is mondjam, elkeseredettségükben felmerült, hogy és esetleg a verés nem segít. De remélem, hogy érezzük az önellentmondást abban, hogy szeretjük eleget, meg verjük-e hát, ha segít. Tehát a kettő együtt az nem a 21. század nevelési elve. Beszoktatás nincsen az óvodában. Úgy kezdik az évet, hogy szeptember első napján bemennek az óvodába, és 3:45-kor a szülő érte megy. Semmi fokozatosság, vadidegenek közé bevittem a gyermekemet. Természetes, hogy hiába alakult ki a szobatisztaság, ez egy kicsit megviselte, előfordulnak a balesetek, ezt az intézményvezető nem értette meg, és kiabált a gyermekemmel. Én ezt nem tudtam. A gyermekem reggelis írása nem csak reggelis írás volt, hanem egész nap tartott. Úgy hordtam haza az óvodából 3:45-kor, hogy vörösek voltak a szemei, és bedagadt a szeme alatt, annyit sírt. Még este 8-kor a fürdésnél is látszott az egész délelőtt a sírás nyoma. Ez igencsak elhúzódott, és a gyermekemet kitartó síróként emlegették. Minden egyes reggel úgy vittem be az intézménybe. Az utca végén parkoltam, és a gyalog mentünk be az óvodába, az ölembe fogtam, és ütött, vágott, üvöltött, hogy ő nem szeretne óvodába menni. Mondták az óvónők, hogy meg se próbáljam az óvodavezetővel rendezni ezt a nézeteltérést, mert hogy már több ilyen eset is volt, és utána a gyermek járt rosszul. Engem elküldtek családterápiára. Családostul, hogy hát ha a szakembert megtalálja a gyökerét a családban annak, hogy a gyermeknek miért vannak nehézségei. Mikor tőlem megtudta, hogy elküldtek minket családterápiára, akkor aznap felhívta az óvodavezetőt, és megkérdezte, hogy mégis mi történt, hiszen ennek a gyermeknek van diagnózisa, ennek a gyermeknek már lezajlott a pedagógiai felmérése, meg is adtuk neki a szükséges papírokat, milyen fejlesztésre van szüksége. Ebben a családban nincs probléma, találkoztunk, látta, hogy hogyan kezeljük a gyermeket, mert egyébként a felmérés napján nehéz napja volt, úgyhogy élőben tudtuk demonstrálni, hogy hogyan támogatjuk ilyen helyzetben a gyermeket, és a szakember legnagyobb problémája az volt, hogy mi ezt egyébként lelkileg, meg mind család, meg mind házaspár hogyan tudjuk menedzselni. Úgy engedték ki a gyereket, hogy felsorakoztattak egy csoportot, és úgy engedték ki őket ezen a láncos bejáraton. És láttam, hogy nagyon, tehát a szokásosnál is izgatottabb. De be tudta tartani azt a szabályt, hogy csak akkor lehet elindulni kifele, hogyha látod anyukádat, és mi azt mondjuk, hogy lehet menni. És még mielőtt odaért volna, az egyik kisfiú az óvodából, akit egyéb kapcsolatok révén ismerünk, oda jött hozzám, hogy hát a kisfiad ma nagyon rossz volt. Az intézmény vezető néni a karjánál fogva húzta a folyosón, és kiabált vele. És ezt megerősítette a nagylányom, aki a nyitott csoport szoba ajtaján ezt látta. És ő is elmondta, hogy ez valóban így történt, és hogy ő nagyon megijedt, mert ez számára nagyon félelmetes volt, hogy mi történik. És ugye itt lép be az a képbe, hogy itt nem csak egy 12 kilós 4 éves került egy számára vállalhatatlan és értelmezhetetlen helyzetbe, hiszen ő egy olyan intézményben van, olyan emberekkel, akire a szülei oda bízták,
hanem azok a gyerekek, akik ezt végignézték szintén. Onnantól kezdve nyilvánvalóan az ő bizalmuk megrendül. Ki tudja, hogy mikor vár rájuk ez, mikor nem viselkednek megfelelően, aminek esetleg ilyen következménye is lehet. És ezt a szekunder bántalmazásnak hívjuk, hogy a bántalmazást látványát elszenvedők is sérülnek. És sérülnek a szülők szintén. Ebben a 3-4 éves óvodai történetben számtalanszor lett megkérdőjelezve a mi szülői kompetenciánk, a mi jó szándékunk, a mi jó akaratunk, a mi szeretetünk. Csak abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a nagylányom, akivel ilyen probléma nem volt, ő mint ellenpont szerepel a történetben, amikor felmerül egy ilyen kérdés, hogy én nevelem-e ezt a gyereket. Akkor erre nyilván némi iróniával fűszerezve tudom azt mondani, hogy ezt nem szoktam, csak azt a másikat. Tehát az intézményvezető szobájába töltött időszakról én tényleg csak annyit tudok, hogy sokat volt bent, sokat sírt, ott kapta ezeket a megjegyzéseket, fenyegetéseket, azóta több nem jött még ki belőlem. Hogy mi fog még kiderülni, hogy mi jön felszíre ezzel kapcsolatban, az még a jövő kérdése, és a jövő megoldandó problémája, amin kőkeményen kell dolgoznunk, és pszichológushoz járunk. És nem csak a gyerek, hanem én is, mint szülő, akinek meg kellett birkóznom azzal, vagy tehát nem megbirkózni. Tehát, mint szülő, szeretnél ott lenni, és ezektől a szituációktól megmenteni a gyerekedet. És ez egy olyan dolog, amit én akkor nem vettem észre, és akkor nem tudtam tenni ellene. Tehát van egy olyan bűntudatom, amit nekem is le kell ahhoz küzdenem, hogy a gyerekemnek segíteni tudjak feldolgozni az ő traumáit. A mai napig. 10 éves a gyerekem, 6 éve nem jár ide, és a mai napig jönnek ki belőle olyan dolgok, amik akkor ott történtek az óvodába. Tehát senki sem mondja nekem, hogy a fizikai bántalmazás az többet nyom a landba, mint egy lelki bántalmazás. Hosszú időn cipeli magával az ember, van, hogy egész életen át, tök tudatlanul. A gyermekem nagyjából december és május között rendszeresen bepisílt. Volt ennek egy csúcsa, január-február, amikor otthoni körülmények között szinte mindennapos volt, de minimum ilyen heti 2-3-4. És hány éves volt? 3,5 éves volt, és már több mint fél éve volt szobatiszt, amikor ezek elkezdődtek. És most már ott vagyunk, hogy szinte semmi nincs, de drasztikusan lecsökkent akkor, amikor megkezdődött a felfüggesztés. És ugyan nem mesél otthon sok mindent, de nem volt nehéz összekötni azzal. Egészen biztos, hogy más is megviselte az óvodán belül, de hogy lecsökkent az otthoni bepisilések száma a felfüggesztéssel egy időben, az biztos. Ez a sírás megszűnt egészen a felfüggesztés utáni harmadik vagy negyedik napon, amikor otthon megbeszéltük a gyermekemmel, hogy most sokáig nem lesz az óvodában az intézményvezető. És ahogy ezt megbeszéltük, onnantól kezdve előre szaladva, mosolyogva, vidáman várta az óvodakezdést, és többen meg is jegyezték az utcán, hogy micsoda fordulat, micsoda lelkesedés, hogy mit csináltam a gyermekemmel, hogy így megváltozott a viselkedése, hogy ugye előtte 3 nappal még ütött, vágott, üvöltött, végig az egész utca tőle zengett. És hát ugye hangot adtam neki, hogy hát azért, mert megbeszéltük otthon, hogy most sokáig nincs néni, és egy gyermek viselkedését nem lehet befolyásolni. És ez így is volt egészen június 11-ig, amikor megláttam a parkolóba az intézményvezető, a
asszonynak az autóját, és azzal a lendülettel fordultunk ki, és mentünk haza, mert azóta nem viszem a gyermekemet óvodába. Keresem folyamatosan a másik óvodát gyermekemnek. Tudni kell, hogy ő nem speciális szükségletű, normális fejlődésű gyermekről beszélünk, és nem találok neki óvodát a környéken, mert Ercsibe azt mondják, hogy a másik két óvodába túljelentkezés van, és a környező településekre meg mindenhova lakcím kell. És én nem szeretnék azért elköltözni, hogy másik óvodába vihessem a gyermekemet. Nem tudják hova rakni a gyermekeket a másik óvodába, akkor a túljelentkezés van ott. Jelenleg a tornatermet is megszüntetik és csoportszobává alakítják, mikor a mi óvodánkban ott van a kettő üres csoportszoba. Nagyon sok szülő megkeres azzal, hogy ők is ugyanebben a helyzetben vannak, de még nem merik elmondani a történeteiket. Az ember a saját esetét hajlamos elszigetelt esetként kezelni. Hajlamos arra gondolni, hogyha eddig senki nem jött oda nekem vagy másnak panaszkodni, vagy valamiért én nem hallottam más történetét, akkor annak valószínűleg nincs, mert ha lenne, biztos hallottam volna, és akkor addig még úgy benne van az emberben, hogy lehet, hogy velem van a baj, felmerül még az is, hogy mi van, ha tényleg csak nevelési hiba, mert hát, hogy mondjam, hogy egy sajátos nevelési igényű gyereket nevel az ember, akkor folyamatosan megkérdőjelezi önmagát, mert rengeteg kudarcot van, sokkal-sokkal többet, mint egy jól kezelhető neurotipikus gyerek édesanyja vagy édesapja. És amikor te saját magadat megkérdőjelezed szinte minden nap, majd utána egy szakember, kettő szintén megkérdőjelez, akkor egyből elgondolkozol rajta, hogy lehet, hogy mégis máshol van az igazság, már bármennyire is azt hitted, hogy megtaláltad az utat. És amikor meghallgatod mások történetét, hogy igen, hasonló történt velünk is, igen, az enyémmel ez történt, igen, az enyémmel az történt, mi is elvittük, ők is elvitték, akkor ott egyszerre esik az ki az ember szívén, hogy akkor jó, akkor mi mindig jó úton vagyunk, és nem velünk van a baj, és egyszerre szorul össze az ember gyomra, hogy az én gyerekem nem feltétlenül fog hazajönni úgy mesélni. Igazából a neurotipikus gyerek sem, tehát hány bántalmazott gyerek van, aki nem beszél a családon belüli bántalmazásról házon kívül, és nem beszél a házon kívüli bántalmazásról otthon. Nem kell ez különleges gyereknek lenni, hogy az ember féljen attól, hogy a gyermek ezt nem hozza meg. Ezután, a történet után az én kisfiam többet nem ment ebbe az óvodába. Azonnal kivettem? Igen. Nem kérdeztem, hogy igaz vagy nem. Illetőleg utólag megkérdeztük, igen, a férjemmel együtt fogadóórát kértünk az intézményvezetőtől, ahová el is mentünk, és megkérdeztük, hogy mégis mit tud erről a történetről, amire egy negáló választ kaptunk, tehát, hogy ő nem hallott ilyesmiről. És akkor úgy gondoltuk, hogy jó, akkor itt több teendőnk jelenleg nincs, mert nem tudunk egyebet tenni, és kivettük a gyereket, és elkezdtünk óvodát keresni neki. Tehát, hogy ebben a befogadó intézményben, ahová semmilyen szinten nem vagyunk körzetesek, pusztán a jó indulat vezette őket, hogy felvették a gyerekeket. Ugye a tanácsaimat megfogadva kezelték. És nagyon sok energiát fektettek abba, hogy tájékozódjanak, hogy mi is ez, amit ők látnak. És ő így a közösségnek az abszolút hasznos tagja lett. Akinek barátai lettek. Ezek működő kapcsolatok, tehát ez nem egy illúzió, hogy azt gondoljuk, hanem ezek működő érzelmi kapcsolatok. És a ballagáson sírva köszöntek el az óvónénik,
és kimentek sok sikert az iskolai szerepléséhez, és kiemelték, hogy egy csupaszív, őszinte kis fiút ismertek meg, és nagyon remélik, hogy ő ezt meg tudja tartani a későbbiekben. És megköszönték, hogy megismerhették őt. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy megfelelő módszertannal, megfelelő szándékkal, megfelelő motivációval, megfelelő tudással és megfelelő emberi viszonyulással az én gyermekem kezelhető és szerethető.